Fiatalok után egy örök fiatalt köszöntök szeretettel. Igaz, hogy a héten születésnapod is lesz, László. Igen, Simon V. László, igen. Szeretettel köszöntelek, hányadik is lesz? Hát a 79. lesz, úgyhogy nem gyerekjáték, úgyhogy... Nem a 89? Itt ez a 80. Ezek a számok, igaz? Igen, de nem, még annyira se tűnik, tudod. Igazán. Hát mert igazából még nem érzed magad 79. Hát így van, ugye? Ez így van. Így. Mert ezért belegondolni ebbe, hogy 89... Hát belegondolni, ez tényleg szörnyű. Jó, hát mert... 10 év múlva a 99-en majd megbeszéljük. Majd megbeszéljük. Az lesz az igazi, akkor már egy előünnep a nagy három... számjegyű, azért az már nem gyerek. Ez egy jó célkitűzés egyébként. Igen. Nagyon sok szép mindent hoztál. Az a lényeg, hogy aktívan teljen az embernek az időskora. Hát igen, igen, igen. Azt most, amiket hoztam, igazából ez mind olyan nagy jelentőségű, amit azt gondolom, hogy a keresztény, a katolikus televízióban érdemes elmondani, beszélni róla. Hát ezért is nagyon fontos, ugye, hogy az EVTN-nek van most már shopja, igen, ahol ezeket, igen, árulhatjuk. Igen. Ugye azt mondjuk, kezdjük már azzal a beszélgetést, ugye, hogy a múlt 2 héttel ezelőtt találkoztunk. Igen. És akkor úgy fejeztük be a beszélgetést, hogy te hoztál egy dedikált példányt Csaba testvértől. Igen. És azt mondtuk, hogy aki elsőnek telefonál, akkor az viheti ezt, igen, a kiadványt. És mennyi volt? Mire bejött a kolléganő, mondta, hogy már el is vitték. Igen, abban a pillanatban mondta a kolléganő, igen, hogy amikor ezt bejelentetted, rá egy percre megszólalt többször a telefon is. Hát igen, úgyhogy most is készültél valami ilyesmivel. Igen, hát most egyelőre én vagyok az, aki aláírok egy könyvet, de ez egy nagyon érdekes könyv és nagyon fontos könyv. Nem is egyet hoztam, hanem hármat, de abból egy, ami nagyon érdekes, ez a szárnyas Rubik, tehát ugye ez egy olyan magyar szó, mint a puskás öcsi, tehát a Rubik szót bárhol kérted a világon, tudják, hogy az magyar. És ez németül is megjelent, tehát az egész világon ugye bárki akarja, el tudja olvasni, mert megjelent németül és angolul, és én most hoztam egy ilyen német könyvet, ezt szeretném, ugyanúgy én dedikálom, és akkor erre lehet most jelentkezni, szerintem, aki szeretne egy német barátjának, vagy egy német rokonának, ismerősének, akár vagy németül akar tanulni, akkor ajánlom ezt a könyvet. Így van, és ez egy nagyon izgalmas történet. És egy nagyon izgalmas történet. Látunk a végén. Igen, hát ott igen, nagyon sok könyv van, az ő könyveim, amik megjelentek, és ott van Vári Gyula, ezek azok a pilóták, akik mind Rubik géppel, igen, ez a Tóth Feri, aki többszörös világbajnok, és műrepülő világbajnok, de mindegyik a Rubik bácsinak. Itt az űrhajós, ugye a jobb oldalt, legközelebb hozok egy űrhajós könyvet, amit a űrhajós itt alá. Az lesz a következő adásnak az ajándékkönyve, mert róla is írtam egy olyan könyvet, amivel nem csak az élete van megírva, hanem a repülési, az egy hét meg van benne írva, ilyen nincs a Földön, ez az egyetlen könyv van. És azt meg legközelebb behoznám, azt meg a Berci barátom alá is írta, úgyhogy arra lehet majd szintén licitálni, telefonálni. Na, hát akkor ez mindenképpen így legyen. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ne csak magyarul, tehát ezek a magyar ősök, hogy ne csak mi tudjuk róluk, ezek a magyar ősöknek vinni kell a hírünket a világba, és ezért törekszem arra, hogy a könyveim, amik ilyen emberekről szólnak, akiket úgy mindenhol a nevük ismerősen cseng, akiket mindenhol ismerek, megjelenjen németül és angolul, úgyhogy... Hát így van, itt a nyár mindenki sokat utazik, úgyhogy aki tényleg Németországba készül, igen, és igen, szeretné a magyarok jó hírét vinni, akkor annak mindenképpen ajánljuk ezt. Vagy van valami német rokona, mert például tegnap együtt voltam egy hölgyel, aki egy manökken, egy nagyon kedves hölgy, akinek német férje van, úgyhogy már neki adtam is egy ilyen könyvet, és onnan jutott az eszembe ez az ötlet, hogy bizony itt a katolikus televízióban is biztos vannak olyan nézők, akik járják a világot, és hát büszkén tudná tovább adni ezt egy olyan embernek, aki nem tud magyarul. No, és a múltkor arról is beszéltünk, hogy el kell mesélned, hogy hogyan alkot az író, mert hogy nem egy szokványos módon teszed. Hát igen, én tulajdonképpen kérdezik is mindig, hogy most mivel foglalkozom. Hát aki ismer, az tudja, hogy én sportoló vagyok, vagy voltam, mert ma is edzek, tehát
Én ugye többször is magyar válogatott jégkorongozó voltam, meg bajnok boxoló, és ma is edzek, viszont az, ahhoz, hogy egy teljes épp ember, egy épp testben, épp lélek legyen, ez nagyon fontos, elsősorban a hit, másosorban a fizikai kondíció, a harmadik sorban pedig nem utolsó sorban a szellemi jólét. És én nagyon úgy érzem, hogy bennem olyan sok minden fölhalmozódott ez a hosszú idő alatt, amióta járom a világot, és találkoztam szinte mindenkivel, aki számít a magyar világban, és hát én azt gondolom, hogy ezek le kell írni az életüket, és el kell juttatni a magyarok számára, hogy ismerjék meg azokat is, akiknek ugye sokat köszönhetünk, hogy ismerik a magyarokat, mert ugye az, hogy valaki egy olimpiai bajnokságot nyer, azt mi tudjuk, oké, de azért ez a himnusz megszólal egy televízióban valahol, azt akár több milliárd ember is láthatja egy olimpián, vagy egy világbajnokságon is. Ezek az emberek, akikről írok, például Papp Laci, akit háromszor is megszólalt a magyar himnusz, három egymás utáni olimpián, akkor a Puskás öcsi, aki nem csak Magyarországon játszott el a himnusz, hanem Spanyolországban is, még a spanyol színekben is nyert olyan hatalmas nagy bajnok csapatok Európa-kupát, amiről olyan híres, amit soha senki nem tud szerintem utolérni, hogy egy bajnokliga döntőbe 4 gólt rúgott. Tehát nincs olyan futballista a világon. Na, én hát azt gondolom... Milyen volna az EB-n egyébként, ha lennének ilyen hát focisták? Igen, de hát ezek a nagy példaképek, tehát látom azt, hogy nagyon sokan a mai nagy bajnokok példaképeknek a mezdét, meg a nevét viselik, amikor mennek szurkolni, de nagyon sokat látok Puskás mezbe, a világon minden stadionban ott vannak. Tehát azért ezek a maradandót alkotok, és én azt gondolom, hogy a szellemi jólétemhez is szükséges, meg valószínűleg volt egy tehetségem, mert először úgy kezdtem, hogy megírtam a saját sztorimat, az a címe, hogy Fuss és üvölcs. Megnézzük. És ez azért érdekes, mert ebben írok a Tengere Magyar című film, meg tudják nézni, akik akarják, a YouTube-on fönn van a magyar televízióban, kitaláltam, hogy egy magyar hajó, akkor még működött 22 magyar hajó az óceánokon, a tengereken, akik dolgoztak, hozták, vitték az árut, vitték a hírünket, és egyszer fölkéreszkedtem egy ilyen hajóra, a Vörösmartira, ez az ászlós hajója volt a magyaroknak, és körbehajóztam vele a földet, 40 kilométert, és arról írtam, ez a könyv például többek között arról szól. Aztán ugye természetesen szól olyan emberekről is, akik szintén híres emberek voltak, akiket találkoztam ezen a világkörüli úton, de hát ez egy nagyon nagy kaland, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt mindenkinek szívesen ajánlom, hogy olvass el. Tehát ilyeneket írok, tehát ami velem megtörtént. Tehát a Puskás öcsiről is nem úgy írom én a könyveket, hogy kiolvassuk róla a lexikonba adatokat, hanem vele töltöttem 10 éves koromtól az életem nagyon tetemes részét, egészen amikor már haza költözött a 80-as években, onnantól kezdve pedig a haláláig, illetve a betegségig, amíg ugye magánál volt, addig én napi barátságban, találkozásban voltam vele. Hát ezeket szerintem nekem meg kell írni, mert ezt más nem tudja megírni, csak aki ezt valóban egy az egyben megélte. A Papp Lacival együtt boxoltam, már nagyon sok kép bizonyítja. Most van egy könyv, amiről ugye kérdezted, hogy az írás, hogy megy. Hát ezzel már 2 éve küszködök igazából, tehát már a borítója is megvan, nem tudom, talán meg tudjátok mutatni, ami a magyar erő, a magyar szellem, a magyar lélekről szól, és azt gondolom, hát itt az én telefonomon rajta van, de azon is szerintem ott van. Ittem, hogy tartod a Magyarország zászlót. És igen, ez az, igen. Azt, hogyha azt meglenne. Ez szerintem nagyon szép ez a borító, hogy a magyar szellem, a magyar lélek és a magyar erő. Tehát 3 olyan dolog, tehát egy olyan, tehát a legerősebb energia az egy itt háromszög. Itt láthatjuk, igen.
akkor ez a szellem lélek erő, és ez mind a magyar, tehát ebben benne van az is, hogy ugye nem csak sportolókról írok, hanem írok például Teller Edéről, akivel még volt szerencsém találkozni élőbe, akkor írok Szent Györgyi Albertról, akivel még futottam a tengerparton, mert idősebb korában kint Amerikába. Tehát akik testközelből tudtak nekem valamit átadni, olyat, amit nem a könyv, tehát nem a betűn keresztül ismertem meg, hanem face to face, tehát leültük, együtt futottunk, beszélgettünk. A Teller Edénél fantasztikus élményem volt az, hogy tőle csak magyarul hallottam mindent, és nagyon szépen beszélt magyarul, tehát azt gondolom, hogy még egy olyan ember is tanulhat tőle, aki nem, soha nem beszélt semmilyen nyelven, és mindig is azt mondom magam, hogy elsőben magyar vagyok, és erre én olyan büszke vagyok, hogy egy ilyen ember, aki ugye megnyert a Nobel-díjat, aki nélkül nem lenne űrhajózás, vagy itt van a Kármán Tódor, aki benne van a filmünkben, vagy ebben a Rubik könyvben, de hát amúgy a Rubikról mind érdekesség, az egy filmet is készítettem, tehát azt is meg lehet nézni a YouTube-on, az a címe természetesen tök véletlen, hogy Szárnyas Rubik, mond mind a könyvnek. Hát ebben például van egy olyan jelenet, egy olyan kép, ami nincs a világon még egy, tehát a Kármán Tódor, aki nélkül szintén nincsen magyar repülés, illetve űrrepülés, ő is magyar ember, és itt például Kennedy-től veszi át azt a szakmai díjat, amit se előtte, se azóta nem adtak át senkinek a világon. Tehát ez is egy magyar ember, akinek szintén nem lenne űrrepülőgép, meg nem lenne űrhajó, mert olyan anyagokat készített többek között, tehát ezerféle tudományos csodát adott az emberiségnek, aminek ő nem tudna átjönni a légkörön, hiába lövték ki, mindig, mikor jött vissza, elégett. És ő megalkotta azt az űrhajót, ami vissza is tud jönni. Azóta létezik. Hát mondom, másokat fejlődött nyilván, de ennek nélkül nem lehetett volna. Hát biztos. Ez nagyon fontos alapokat letettek a magyarok szinte mindenhol a világon. Igen, igen. De hogy teszed egyébként? Leülsz a számítógép elé, vagy az írógép nem. elé, és reggeltől estig nem, én lábbal hajtós üzemmódban szeretek. Tehát én gondolkodni szeretek, tehát amikor ugye összeérik bennem, ahogy mondtam, most elég régóta érik ez a könyv a fejembe. Amikor ez össze van, hát nagyjából van egy szerkesztett variációja az agyamban, akkor leülök és papírral, ceruzával én leírogatom kézzel. Tehát nem géppel írok, kézzel leírom, amit gondolok, általában napi 6-8-10-12 oldalt, mikor mennyi gondolat van bennem, és akkor a feleségem, aki a szerkesztőm, a szövegszerkesztőm, tehát mindenképpen mindenben segít nekem, ő neki bediktálom gépbe, és akkor ő ugye kijavítja azokat a helyesírási vagy különböző hibákat, amiket elkövetek, meg hát nyilvánvalóan át is gondolja, tehát az már egy szerkesztési lehetőség. Tehát aztán utána a harmadik az, amikor ki van nyomtatva, akkor utána még egyszer elolvassuk mind a ketten, tehát házon belül készül, nem kerül senki kezébe, egyedül a Püski kiadó, aki ugye, tehát kell egy kiadó, aki kiadja, hát a Püskiről is szerettem volna beszélni, mert ők tudják, hogy én jöttem most ide a katolikus adóba, ők is nagyon-nagyon-nagyon hívő emberek, az alapítótól kezdve a fiáig, a fiának a feleségéig, akik fantasztikusan örülnek annak, hogy itt a katolikus televízióban működik egy ilyen nagyon szép könyv árusítási gondolat, ezért ajánlottak is egy pár könyvet, amit ők adtak ki, és hát el is hoztam most, hogyha kiteszitek ezeket, a Ignácóz, a keleti magyar, ezek mind a magyarságról szólnak, a magyar életről, a Kisdénes például, ezek nagyon-nagyon híres emberek, akkor itt a Kocsis István írta, ami ugye a legnagyobb magyarról mondják, Széchenyi, akkor itt vannak ilyen keresztény
kifejezetten keresztény katolikus könyvek, akkor itt az a, ugye hát ez is egy nagyon érdekes történet, keresztény könyv, de hát ez egy olyan értelemben figyelemfelhívó, hogy hát azért nem biztos, hogy jó úton járnak, akik ezt az utat járják. Aztán hoztam egy nagyon fontos könyvet szerintem, amit szintén ugye ők adták ki. Ez a történelemnek egy része, a Pozsonyi csata, amiről ugye nagyon keveset tudnak a magyarok, és nagyon fontos lenne, hogy ezt a fiatalok is elolvassák, mert ez a magyar identitást javítaná nagyon, mert itt 3 nap alatt az egész nyugatot levertük, úgyhogy győztesként hagytunk el egy olyan harcteret, ahol 3-szor annyian voltak, és 3 nap alatt megvertük őket. És akkor van benne még egy-két olyan könyv, hogy a végtelent rajzolom, ez egy nagyon szép, szintén ilyen keresztény gondolatokból összerakott könyv. És hát ugye azt mindenki tudja, hoztak meg egy verses kötetet is, a Dzsida Jenő, aki szintén egy keresztény költő volt, katolikus költő volt. Úgyhogy hát én ezt gondolom, és akkor van egy nagyon fontos könyv még, ez a Somos Zsuzsa, ez a Magyar Tudományos Akadémiának a tagja. Ő a Bánkbán, Borbás Vince, Borbás Gáspár. Ez azért érdekes ez a könyv, és írtam is hozzá egy kis jegyzetet, hogy el ne felejtsem, hogy ebben, hogy mennyire mindenben ott vagyunk az élen. Tehát ugye hát a Bánkbánról nem kell beszélni, ugye, hogy az is micsoda egy világsikert bejáró színdarab, és a valóságban is egy nagyon érdekes történet volt. És akkor van egy olyan Borbás család, akinek már abban az időben, tehát amikor hogy a 700-as években elindult a családfája, és annak volt egy olyan leszármazottja, akinek nekem legalábbis nagyon érdekes, hogy ügyvéd volt, nagyon sokat tett a magyarokért, amúgy meg fiatal korában válogatott futballista volt, sőt, ugye, mint én, a Fradi örök, ő volt az világon az első Fradi örökös bajnoka, és ő volt az első magyar, amikor a futball elkezdődött Magyarországon, a millenáris pályán volt egyedül még futballpálya, ami most egy kerékpár, már nem használják semmire. Ott volt az első válogatott meccs, és azon az első válogatott meccsen ez a Borbás Gáspár nevű fiatal ember, aki egy nagy történelmi tanú is lett meg, a történelmi része, ő rúgt az első gólt a világon. Tehát ő a magyaroknak az első gólrúgója. Tehát ezt gondoltam, hogy ezt szívesen ajánlanám, hogy, és hát nem is, én csak egy közvetítő vagyok ebben a dolgban. Úgyhogy de a lényeg az akkor, amit most hoztál nekünk, hogy aki szeretné a Rubik könyvet dedikálva német nyelven, az ma igen, az most telefonáljon mindenképpen nekünk. Igen, és azt dedikálni fogom, és hamarosan. Ha van ott egy könyv, vagy van ott egy toll, akkor igen, mindjárt meg is írom. És hogyha véletlenül mennyire, nem tudom, a szerkesztővel tudunk, hogyha valaki most telefonálnak, és megmondaná a nevét. Még hívhatnak téged, úgyhogy na, akkor itt leszel még a következő negyed órában, úgyhogy aki szeretne beszélni veled, vagy pedig szeretné... Mert annak a nevére. Igen, az most telefonáljon. És akkor én meg most elköszönök tőled, ja, és hamarosan majd újra folytatjuk, hogyha elkészülsz az új könyveddel is, akkor beszélgetni fogunk még. Jó, köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen.